Az iskola és sátorai a hírnevét is öregbítették a Kossuth Lajos gimnázium diákjai, azzal, hogy a Rák vetélkedő döntőjébe jutottak, és ott sikeresen teljesítettek. A verseny Borsoda Zemplén megye valamennyi általános és középiskoláját érintette, így két kategóriában versengtek a csapatok igen büszkék vagyunk arra, hogy iskolánkban a diákjaink két csapattal is igen szép eredményt értek el a verseny folyamán, amely három fordulós volt. Az elődöntők során írásbeli feladatlapokat töltöttek ki a Rákóczi év tartalmával kapcsolatosan a diákok, és az írásbeli fordulóból jutott tovább 12 csapat az elődöntőbe. Az elődöntő már élő szóbeli forduló volt, amely Miskolcon a Rákóczi könyvtárban került megrendelésre, Rendezésre. Az itt legjobban teljesítő csapatok jutottak, hat csapatról van szó a döntőbe. A döntő során a Kossuth Lajos Gimnázium egyik csapata az első helyezést, a másik csapata a negyedik helyezést ért el. A két csapat gyakorlatilag, aki bejutott a középdöntőbe és a döntőbe, szeptemberbe kezdte el a felkészítést. Nagyon jó volt, hogy írásbeli feladatlapokkal kellett kezdeni a verseny, ugyanis ez irányította a felkészülés módját. Tehát meg voltak határozva ugye, az első fordulóban, hogy a szabadságharc okait, a szatmári béke fontosságát. Tehát gyakorlatilag a Rákóczi szabadságharc legfontosabb kulcspontjait foglalta ez össze. Az írásbeli fordulókhoz sokkal több történelmi tudásra és kutató munkára volt szükség, mint a középdöntőhöz és a döntőhöz. Az már játékosabban, könnyedebben dolgozta fel az adott történelmi korszakot. Nagyon tetszett nekünk a verseny, nagyon jó, hogy bekerültünk az iskolánkból két csapat is a döntőbe, 38 ember közül, öt csapat közül, azért ez nagy teljesítmény mind az iskoláknak, mind a csapatoknak külön-külön. Hát szerintem büszkék lehetünk magunkra mind a két csapatból a az eredményeinkre már szép teljesítmény volt, és csak az iskolánk hírnevét bővítette. Az első helyezett csapattagjai januárban dr. Mennyi Rolanddal a megyei közgyűlés elnökével, Schmidt a Magyar Köztársaság elnökéhez tesznek látogatást. 2011-et a Rákóczi Szabadságharc lezárásának emlékévé nyilvánította a megyei önkormányzat. Erre írták ki ezt a pályázatot, és úgy éreztük, hogy mivel zempléniek vagyunk, a megyéhez tartozunk, kötelességünk volt, hogy jelentkezzünk erre a versenyre. A gimnázium két csapata mellett a Trefford Ágoston tagintézmény is elindult a versenyen. Az első három fordulóban szép teljesítményt nyújtottak a diákok, azonban kívülálló okok miatt ez a csapat az elődöntőn már nem tudott részt venni.